A pápai nagykövet Michael August Bloom vasárnap jött el Kecskemétre, ahol több eseményen is részt vett. A nuncius elsőnek a nagy templomba látogatott el, ahol dr. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsekkel közösen osztotta ki a bérmálás szentségét 102 fiatalnak magyar nyelven. Mindössze néhány hónapja kezdte meg szolgálatát a magyar egyházban, ezért fontosnak tartja, hogy végig látogassa a magyar katolikus egyházmegyéket, és szeretne nem csak az egyházmegyék székhelyén, hanem más nagyobb településein vagy jelentősebb eseményein is jelen lenni. A nagykövetnek magyarországi kötődése is van, mivel egyik nagymamája magyar származású volt. Dr. Finte József, a nagy templom plébánosa, érseki helynök elmondta, Ferenc pápa követe fontosnak tartja, hogy végig látogassa a magyar katolikus egyházmegyéket, és szeretne nem csak az egyházmegyék székhelyén, hanem más nagyobb településein, jelentősebb eseményein is jelen lenni. A nagy templom után a Piarista rendházba és a Karol Wojtyla barátság központba is ellátogatott. Nagyon köszönöm a meghívást. Nagyon köszönöm, hogy ezt az intézményt megtekinthettem, és szeretnélek titeket bátorítani arra, hogy továbbá is ismertessétek meg II. János Pál pápa személyét, mint Magyarország barátját. A Wojtyla Barátság Központban Farkas P. József alapító igazgató, Szemerejéné Pataki Klaudia polgármester, dr. Salac László országgyűlési képviselő, valamint Király József és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő fogadta. Nagy megtiszteltetés volt Kecskemét városának, nekünk képviselőknek, hogy a nuncius úr hozzánk is ellátogatott Kecskemétre. Nagyon sok kapcsolódási pontunk van a kecskeméti egyházakkal. 7 egyházzal van együttműködési megállapodása az önkormányzatnak, és az egyházügyi munkacsoport pedig azt gondolom, hogy a munkacsoportok közül talán az egyik legaktívabb. A követnek megmutatták a Wojtyla ház kertjét is, ahová egy különleges dolgot készülnek készítetni II. János Pál pápa tiszteletére. A látogatás zárásaként koszorút helyeztek el közösen a pápa mellszobrához, így tisztelegve munkássága előtt. A nuncius úr látogatásáról hosszabb összeállítást készítettünk a megújult Örömhír magazinunkba, amit a www.kecskemétitv.hu weboldalon bármikor újra nézhetnek.